Sziasztok! Van ez a Pool Boy című 2011-es film, és ez egy akkora rakás hulladék, hogyha fizikai állapotban létezne, ki kéne lőni az űrbe, mert a föld egyszerűen nem bírná el. Van egy veterán katona, Pool Boy, akit Kevin Sorbo alakít, aki a háború után nem tud hová hazamenni, ezért felveszi a kapcsolatot egy bajtársa özvegyével, és a kis kertvárosi környezetben, ahol a nő lakik, munkát vállal, mégpedig merencet akarítást. Hogy mi van? Melyik rohadék plagizál? Ez azonban nem tetszik a medence takarító maffiának. Igen, medence takarító maffia. Most miért röhög mindenki? Élükön a Danny Trejo által játszott Cézárral, akik megpróbálják először csak eltüntetni a környékről, később pedig kinyírni. Pulboy azonban, miután ex és fiát megölik, elhatározza, hogy addig nem nyugszik, amíg ki nem takarítja a maffiát a városból. Ennyiről szól a film, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy a teljesen random és egymásra semmilyen hatással nem lévő jelenet sorokból ennyit sikerült kihámoznom. A film egyfajta trash paródia akarna lenni, és az alapvetésében még felfedezhető némi tudatosság. Végig metanarratívával halad, folyamatosan figurázva ki nem csak saját magát, de a saját műfaját is, sőt, úgy általában a filmkészítés alapvető kliséit. A rendező egy fotelben ülve kommentálja végig a filmet, ilyen kis egy-másfél perces jelenetecskékben, amik megszakítják a cselekményt, hogy valami érdekességként funkcionáló marhaságot tudassanak velünk. Kezdésnek például magát a tényt, hogy ez a film már a 90-es évek elején elkészült, csak annyira rossznak találták, hogy nem mutatták be, és most is csak magánkézből tudták kiadni ezt az utólag módosított és verkelemekkel feldúsított változatot. Ez természetesen egy nagy hülyeség, csak azért kellett ez az egész bele, hogy meglegyen a metanarratíva. Ezek közül egyébként elvétve van pár kreatív, például amikor először elmentek forgatni a főhős bajtársának közvegyéhez, ám az nem volt beavatva, és egy puskával kergette el a stábot, vagy hogy bizonyos teljesen oda nem illő részletek, például egy szoftpornóba hajló szexjelenet, miért kerültek bele mégis a filmbe, hát tulajdonképpen nekem tetszettek, a többit meg leszartam. De azok a jelenetek is emlékezetesek, amikor szándékosan benne hagyják a díszlet, illetve a stáb részleteit a filmben, ráadásul a szereplők még utalnak is rájuk, vagy amikor a főhős egy próbafelvétel alatt meghal, és ezért le kellett cserélni egy másik színészre, mégpedig a J-ként elhíresült Jason Meaves-re. Őszintén szóval fogalmam sincs, mit keres itt ez az ember, és ezt is külön megmagyarázzák. A legdurvábbak viszont, amik már majdnem viccesek is, azok, amikor szánt szándékkal teljesen nyilvánvaló módon túl van játszva az egész, ráadásul szemet szúró amatőrséggel van az egész megcsinálva. Ilyen és ehhez hasonló képsorokból áll az egész film. Önreflexiók és karikatúrák sorozata, amiknek egy percét sem lehet komolyan venni. De mivel látszólag ez is volt a készítők célja, így pont ebben kéne rejtőznie a pozitívumoknak, nevesen, hogy mennyire ötletesen és változatosan parodizál aki a saját műfaját. Emiatt nem kéne, hogy haragudni tudjunk, mégis ezt fogja tenni az a néhány szerencsétlen, aki úgy dönt, hogy végignézi a Még pedig azért, mert bármennyire is klassz dolog, hogy volt egy koncepciójuk, amit végigvittek egy alig több mint egy órás játékidőben, és ez a koncepció az volt, hogy egyetlen percet se vettek komolyan, a film még ennek ellenére sem működik. És nem úgy nem működik, hogy lehetett volna izmosabb, határozottabb vagy összeszedettebb, hanem hogy a poolboy egész konkrétan nézhetetlen. Lehetett volna ez a film frappáns és ötletes, ha nem lenne az elejétől a végéig egy nagy kreténség az egész. Olyan szintű intelligencia hiány uralkodik ebben a szörnyűségben, hogy az még egy papucsállatkát is megviselne, és úgy szívja ki az ember életenergiáját, mint egy kiadós fürdő egy vulkán gyomrában. Így majd ki csattansz, és tökre jól érzed magad, aztán bemész, és másfél óra múlva a hús is leolvad a csontjaidról. Egyszerűen nem az az érzés fog el a nézése közben, hogy görbetükröt mutatnak neked, hanem hogy totál hülyének néznek. Nehéz ezt így néhány percben érzékeltetni, és éppen ez a legrosszabb az egészben, de valahogy úgy képzeljétek el, hogy megkapjátok ezeket a fricskákat, de annyira tehetségtelenül adják elő, annyira pusztítóan alpári az egész, annyira fárasztóan nem vicces, annyira ordít mindenkiről a bunkóság, hogy egyszerűen nem tudod értékelni őket. Hogy is fejezzem ki? Mondjuk, van egy haverod, akinek van egy jó vicce. Elmondja először, nevetsz rajta. Aztán elmondja másodszor, akkor is nevetsz, de már inkább csak együttérzésből. A harmadiknál már csak mosolyogsz. A tizediknél ideges vagy, az ötvenediknél meg a haverod vérében akarsz fürdeni. Na ez a vicc nem más, mint a poolboy egy borzalmas, erőltetett, félvárról vett, legnegatívabb értelemben gagyi, a tizedik percben az atomjaira széteső és teljesen félre sikerült film, ami akár érdekes is lehetett volna, ha a néhány jó ötletük közti réseket nem egy nagy valak szarral töltötték volna fel. Mondanám, hogy azért egyszer érdemes tenni vele egy próbát, de helyette azt mondom, hogy próbáljatok meg inkább kitakarítani egy ótvar szutykos medencét a 40 fokos hőségben egy tészta szűrővel. Higgyétek el, jobban járnátok! Köszönöm a figyelmet, sziasztok!